most kapcsoljon! Tegye próbára rátermettségét! Tesztelje intelligenciáját! Mindenki játszhat, és mindent megtudhat! Kapcsolódjon be, tudjon meg mindent, és nyerjen! Minden nap! Az Országos Intelligencia Teszt Piprai Tamással. Kapcsoltam! Tudjon meg mindent, és nyerjen, könnyű azt mondani, igaz? De valami fogódzót tudok adni, a telefonszámot 068181, és utána Amerika felfedezésének éve. És akkor már egyet közelebb léptek a lehetőséghez. Tessék! Kapcsoljon! Tegye próbára rátermettségét! Tesztelje intelligenciáját! Mindenki játszhat, és mindent megtudhat! Kapcsolódjon be, tudjon meg mindent, és nyerjen! Minden nap! Az Országos Intelligencia Teszt Piprai Tamással. Kapcsoltam! Hát akkor tessék megfogadni a jó tanácsot. Próbálkozzanak és nyerjenek. Halló! Jó estét kívánok, Dániel vagyok. Jó estét! 2000-ért látható az első. Kell magyarázat hozzá? Nem, a kérdést értem. 5 betűből áll a vezetéknél. És mind a kettő azonos? Persze. Akkor Markó. Kérdi vagy mondja? Most mondom. Már mindegy. 4000-es. Jöhet. No. Egy nép nevét, ha belehelyezi, akkor valami finomat kap. Na jó, balti nép. Tészta. Na, ez az. Próbáltad tlettának is először? Igen, próbálgattam. Jó, hát akkor 8000. Jöhet a következő. Megint egy név. Svéd. Ugye? Tudja, mi a svéd csavar? Az egy elnevezés a vízilabdában, amikor jobb visszafele. Mikor így dob. Igen, igen. Pontos. Na, akkor 16000-es. Jöhet. Ami középen van, az az előtaggal is, és az utótaggal is külön-külön összetett szót alkot. Ez a világ, állatvilág és világbajnok. Bizony. Hát megy ez, mint a karikacsapás. 32000-es. Megpróbáljuk. Így nem lehet hozzáállni. Hadd jöjjön. Hát, minek hívjam ezt, betű rejtvényféle? Kolonc helyett milyen szót mondana még? Húha. Na, hát ez nem létezik. Az ember az anyanyelvét ismeri ennyire. Teherán. Na, látja. Teher a kolonc helyett, és án van rajta, tehát Teherán. 64. Jöhet. Egyetlen magánhangzót kell beletennie. De az többször. Hatan vannak a halban. Azaz, az itt. Mehetünk tovább, ugye? Igen, mehetünk. 128000-re ér a következő. Jóképű fickó, de undok, torzsalkodó fráter. Ez eddig rendben van. De mi a foglalkozása? Mert az is kivehető belőle. Doktor. Úgy. Pontosan. Hát akkor most... Mi legyen? Hát én meg szeretnék állni itt. Hát saját külön bejáratú joga. Gratulálok. Köszönöm hozzá. Szépen. Kérem szépen. Halló? Anna vagyok.
Jó estét. Én meg Tamás. Jó estét. Mehetünk? Mehetünk. Hát itt úgy alakíthatja át, hogy betűt elvehet a helyéről és áthelyezhet, de maradjon értelmes szó. Minta. Minta az nagyon jó. Kiváló. Négyezres? Igen, persze. Tessék. Nem szólok egy szót sem, mert ha figyelt, akkor percekkel ezelőtt majdnem ugyanez volt. Igen, figyeltem. Még meg is mutattam, hogy az egyik ebben az... Svéd. Hát ez svéd. Az. Igen, na ez a szerencse, tetszik látni. Igen. Most képzelj el, ez 256 ezer forintnál van, mennyivel nagyobb szerencse. Igen, elképzeltem. Na, hát még ez jó. Hátra van, hát 8000-es. Mit lehet mind a három elé tenni? Egy szót, egy azon szót, négy betű. Várjunk csak egy kicsit. Még van idő. Hát milyen dalok vannak, ami... Hogy segítsek már a betyárja? Nem jó. Nem. Név nem segít. Jó, mondjuk van népdal is, aztán még milyen van, de gyorsan, mert lejár az idő. Hát ott kell megfognia a dalon. Kovács Kati. Jaj, táncdal, táncház, tánckal. Köszönöm, menjünk akkor, mert muszáj. Hát muszáj, bizony. 16 ezres. Hát kérem szépen, mind a négy szóból egy betűt ki kell venni, és még mindig értelmes marad. Picska, rém, acél... Nem, várjon már, a másodikkal várjunk. Az első bicska, mi a második? Rém. Nem, mert ugyanazt az egy betűt kell kivenni mindenhol. Ja. Na, bicskából az R-et vettem ki. A igen. Krém, kém. Ahogy igen. Már mindjárt más. Acél és fázis. Jó. Hát így sokkal könnyebb. Igen. 32 000-es. Igen. Tessék. A vegyjel, ha tudja, plusz előd, szinonimája és egy szó. Világos a feladat? Erbiumnak mi a vegyjele? Igen, hát az ne. Er lehet. Igen, és az előd helyett mit lehet még mondani? Előd. Hát aki az elődöm, az mim nekem még. Gyermek? Hát, az fordítva van, az az utódom. Ja, anya. Hát igen, de az nem az elődöm ám. Az elődöm? Hát messze menőkig az előd, mondjuk a... Ős. Na, most... Erős. De tovább kell mennie. Igen, jó Istenem, hát ez nagy baj. Na jó, most megígérem, nem segítek, és akkor... Jó, és akkor valami megállhat, ha bír. Ugyanaz a két betű elől-hátul, és akkor mindjárt egy értelmes szót kap. Szóljon, ha segítsek. Igen, még egyelőre töröm a fejemet. Két betű, ugye? Két betű elől, ugyanaz a kettő hátul. Elmúlt a fél idő, vigyázzon. Igen. Hát valamit mondjon sajnos. Hát a hivatalban másszunk rajta. Itt. Hát mind mászunk a hivatalba. Hát ez nem ment. Meg... Langlétre. Hát ez nem, sajnálom. Hát én is sajnálom. Kegyednek több oka van rá, igaz. Köszönöm én is, kezi csókolom. Halló! Jó estét kívánok, Pápai Nikolett vagyok. Jó estét, Nikolett. Mehetünk? Igen, oké. Akkor a 2000-es. Imádságom, ha más szóval mondja... Imám. Ha már azt el sem mondtam, hogy akkor az egy muszlim vallási vezető. 4000. Igen, kérem szépen.
pontosabban egyetlen egy betűt mind a háromhoz hozzátehet, és értelmes szavak maradnak. Balga, bőz, peste. Bizonyám. Hát akkor 8000-es jöhet, gondolom. Igen, kérem szépen. Melyik betűt kell a három szóból kivenni, hogy ettől még értelmes szavak maradjanak? Legelő, hárfa, boros. Csak bocskor nincs ott. Most kivételesen. 16000. Igen, jöhet. Hát van valami sajátossága ennek a négy földrajzi elnevezésnek. Nyolcat tud belőle mondani. Ujják? Úgy, ahogy vannak, vigyázzon, mindegyikben van egy másik. Ják? Az jó. Velem? Az se rossz. Ecser? Milyen? Ecser. Ecser, persze. És Eger? Hát ne kérdezze, mondja. Így van. Jöhet a 32-es? Igen, kérem szépen. Tetszik. Hát ki kell egészíteni ezt a három szót, mindenhova két betű, nem ugyanaz a két betű, sőt olyannyira nem, hogyha jól egészíti ki, akkor egy magyar zeneszerző vezetéknevét kapja, csak a kiegészítésekből. Kabaré. Az jó. Portál. Portál, igen. Nem igazán magyar szó, de azért ismerjük. Csókol. Csókol, és ki a zeneszerző? Bartók. Úgy van. Jó volt. Ez nagyon jó volt. 64. Igen, kérem szépen. Tessék, parancs. Egyedül játszik? Á, dehogy is. Itt vannak a... Na, mert akkora csönd volt, gondoltam, hogy egy-egy megfejtés után tombol a tribűn. Itt vannak a szüleim és a nővérem. Uh-huh. És már segítettek? Persze. Hát kérem szépen, akkor itt három személy és egy város nevét kérjük. Vivaldi. Az jó. Monteverdi. Még mindig jó. Albinoni. Az is nagyon jó. Vigyázzon. Jelentem, én látok egy hibát is benne. Ott, ahol a második ötös van, ott hiányzik egy nulla. Velence. Igen, elnézést kérek a hibáért, még jó, hogy észrevettem. Velence, hát persze. 128000-es. Köszönöm szépen, megállni. Ennyi? Igen. Többiek is azt mondják? Igen. Akkor közfelkiáltással. Gratulálok. Nagyon szépen, köszönöm. Kérem szépen. Örülök. Halló! Jó estét kívánok! Jó estét talán! Kovács Gellért vagyok Budapestről. Gellért, hát még talán játszhatunk egy jót. A megfejtés egy helységnév, mondja majd a kérdező. Tessék! Szenvedély, más szóval mi? Szenvedély, szerelem. Ne kérdezze, én nem tudom, hát én már egy idős ember vagyok. Zamatztán íz. Az elmegy. Gellért maga fiatalember hangjáról ítélve kell tudnia, mi a szenvedély más szóval. És oda van írva, hogy híres gyógyfürdő, még ez is. Hát év. Na jó, hát nem, szemrehányás nincs jogom tenni, csak csodálkozom, ez könnyű volt. Hát a következő, még egy belevágunk. Halló! Halló! Mehetünk gyorsan? Igen. Tessék, 2000-es.
Azt mondja, hogy egy három betűs szó a közös jellemzőjük. Természetesen, hogyha más szóval mondja őket. Tehát Cethal más szóval mi lenne? Bána. Jó. Tömjén ez? Illatosít? Nem az a töm. Hát átvitt értelemben. Ködösít? Nem, hát attól, hogy a tömjén mi kis füstöt enged, nem. Hát aki tömjéneznek, öntömjénezés, abból induljon ki. Tehát aki tömjéneznek, azt magasztalják, még rosszabb, pejoratív szóval. Nem tudom, sajnos. Hát, akkor megvárom, míg kiíródik, jó? Csodálkozni fog. A bál lett volna az a szó, mert ugye a bálnából a bálna, bálványoz, a férfiné bálint, és a farcsangi szokás a bál. Jó, igaz. Hát igaz, persze. Hát most már azt hiszem nem kapunk bele, van még egyéb dolgom is. Tehát a Televesztel játék, kérem szépen, a megfejtés, mint egy egész héten népszerű operákról volt szó, ezúttal a Rigoletto volt, 744, 653, 886 volt a számsor, és a győztes Szabó Ferenc Gellén háza. 4972 jó megfejtés érkezett. És akkor a mai feladvány a Televesztel játékhoz, 22, 65, 2, 26, ismétlem, ez még ma péntek lévén a hét utolsó kapcsoltamos napja, tehát ez is egy opera címe. 06, 30, 30, 30 és 121, a telefonszám holnap 11-ig él, délelőtt 11-ig, és SMS-t ne tessék küldeni, hanem csak bemondani. A nyereménytárgy itt van a képernyőn, egy Dunlop óra, és amit már, ha jól láttam, itt közben föliratva végig is szaladt, a következő napokban ugye ünnep, tehát a játék nem jelentkezik az ünnepi napokon. Jövő szerdától a Jó reggelt Magyarországban láthatják a kapcsoltamot, így hát szerdán legközelebb reggel, a 8:30-es tények után Csisztu Zsuzsa várja önöket. Viszontlátásra!